NB1-es teke csapatunk április végéig eddig nem látott győzelmi sorozattal büszkélkedhetett. 10 mérkőzésükből 9-et megnyertek, és mindössze egyszer kaptak ki. Az együttes már a bajnokság megnyerésén gondolkodott, amikor május 1-én a középmezőnyből a Halott gárdája látogatott Bábolnára. Szoros mérkőzésen kissé gyengébb teljesítményt nyújtó tekéseink vereséget szenvedtek, de a hátralévő 4 forduló még meghozhatja álmaikat. Bábolna ese, Halogy ese 3-5, Ifi 4-0. Gratulálok először is a Halott csapatának a győzelemhez. Mennyire vártátok ezt a győzelmet? Hiszen ahogy látom a tabellán elfoglalt helyetek, illetve az elmúlt mérkőzés eredménye alapján azért nem volt ez olyan biztos, pláne ráadásul a Bábolna bajnok esélyesnek számít. Igen, úgy jöttünk erre a mérkőzésre, hogy a tisztes helytállás mellett nem feltartott kézzel érkeztünk, de a Bábolna volt az esélyes a mérkőzésnek, ez egyértelmű volt. A tabella is ezt bizonyította. Ugyanakkor vannak a csapatunkban a játékosok, akik mérkőzést tudnak eldönteni. Nagyon jól kezdtünk Horváth Attila révén, illetve Jakab Zolinak szerencséje is volt, de ő is kellett hozzá. 2-0-ra kezdtük az első kört, és az már egy lökésztel volt a csapatnak. Sajnos a második párunk, tartalékosan érkeztünk, két meghatározó játékosunk nem tudott rendelkezésre állni a csapatnak, így két ifjúsági játékosunk szerepelt. A második párosunk gyengében teljesített, és ezáltal a Bábolna átvette a vezetést. Mielőtt felmentünk a befejező sorban, azt mondtam a Kornélnak, hogy döntetlenül játszunk, úgy gondolom, hogy ha mind a ketten tudunk nyerni, akkor döntetlen lesz a mérkőzés. Ahogy a golyók száma csökkent, úgy látszott, hogy a fakülönbség is csökkent, és az utolsó pályára már megfordult, és plusz 20-szal mentünk föl, ami már előre vetítette, hogy jó formában vagyunk, és nyerhetünk is. És ez a jó játék kigyaltott a mérkőzés végig, és szerintem megérdemelten nyertünk. Hát igen, nagyon szoros volt a vége, azt hiszem, hogy azon dőlt el tulajdonképpen az egész mérkőzés, és nagyon minimális különbséggel. Általában szoktatok ilyen szoros mérkőzéseket játszani? Igen, igazából Gotthárdi pályánkon, Gotthárdi pálya az egyik legjobb pálya az országban, szerintem mindenki tudja. Azt a pályát mindenki meg tudja játszani. Tehát aki valamilyen szinten konyít a tekéhez, azon a pályán jól játszik. Ezáltal nincs hazai pályánk, és szoros mérkőzések vannak otthon is mindig. Úgy jöttünk ide, hogy 3300 környékét dobunk, akkor esélyünk van. 3302 lett, ha jól láttam, és nyertünk. Ehhez azért kellett az, hogy a utolsó befejező emberük a Bábolnánál 509 lett, vagy mennyi, azért az, ott hiányzik egy 5-6-6-a. De hát a golyó ilyen, meg a sport ilyen, ettől szép. Mik a hosszú távú tervek? Gondolom, hogy szeretnétek följebb kerülni azért, mert a tabella alsó harmadában vagytok jelenleg. Ez egy érdekes dolog. Tavaly versenyben voltunk a bajnoki címért, és mikor félbeszakadt a bajnokság, 4 forduló volt hátra, és olyan kedvező sorsolásunk volt, hogy az utolsó 4 fordulóban reálisan lett volna esélyünk arra, hogy megnyerjük az NB1-et tavaly. De mivel félbeszakadt a bajnokság, így a 4. helyen végeztünk. Ellenben idén elég komoly sérülés hullám sújtott bennünket, 2-3 játékosunk így folyamatosan nem állt rendelkezésre, vagy sérülés, vagy munkahelyi elfoglaltság miatt. És ugye itt van egy csapatban azért kiválik 2 meghatározó játékos, akkor azt nehéz pótolni. Úgy gondolom ennek tudható be az, hogy picit gyengébb a szereplésünk, mint ahogy tavaly szerepeltünk. Hosszú távú terveink között az NB1 megnyerése persze, hogy szerepel, én maximalista vagyok, mindig győzni akarok. Ugyanakkor az ifjúsági játékosok szerepeltetése elég nagy gondot okoz a csapatunknak, nagyon nehéz szinten vadászni kell a fiatal játékosokat. Még a mikorosztályunkban 10 játékosból 5-6 tekézett, most a 10-ből 1. És ezáltal ugye nagyon nehéz becsávítani a fiatalokat, és kötelező ifjúsági játékosok vannak. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, de megpróbáljuk. Hát egy óriási győzelmi sorozaton van túl a Bábolna ese teke csapata. Múlt héten a bajnokaspiráns Nagymizdó gárdájánál jártatok, és hát őket is sikerült legyőzni. Ez egy tulajdonképpen olyan sorozat, ami hát 9 meccsből 1 vereség volt, mindössze a Herend ellen. Így van, a Herend elleni mérkőzés, ugye ott én féltem, utána beszéltünk is róla, hogy nehogy gödörbe kerüljön a csapat. Hát nem így történt, hanem egy nagyon nagyszerű sorozatot csináltunk a Herend után.
És így a múlt héten a Topidó Nagymizdó ellen is tudtunk idegenben nyerni. Én azt gondolom, hogy az egy óriási fegyvertény volt. Nagyon jól játszott a csapat, egységesen gurítottunk, úgyhogy egy megérdemelt győzelmet adottunk ott. Ma a Halogy együttese látogatott Bábolnára, és sajnos megszakadt ez a győzelmi sorozat. Azért egy nagyon izgalmas, nagyon szoros mérkőzésen kaptatok egy olyan csapattól, akik azért valljuk be, hogy a tabella alsó harmadában tanyáznak most jelen pillanatban. Hát úgy látszik, hogy a H-betűs csapatok ellen nem megy a csapatnak a játék, hiszen a Herentől kaptunk ki mind a kétszer itthon is és idegenben is, és ugyanezt eljátszottuk most a Haloggyal is, hiszen a Szent Gotthárdon, ahol ők játszanak, ott is kikaptunk, meg a mai napon itthon is kikaptunk tőlük. Sajnálom ezt a mérkőzést, mert egy picit ebben több volt, hiszen nem szerepelt olyan rossz a csapatunk, két gyengébb teljesítmény volt ma a csapatban, ezt nem tudtuk elviselni. Ahhoz, hogy a Halogy a végén van a tabellának, ez látszik, hogy itt nem jelent semmit, hiszen hogyha otthon ők nagyon jók, tehát átlagban nagyon jó fákat tudnak dobni, de látszik, hogy idegenben is, hogy ma elérték 3302-t, és hát sajnos mi meg nem, és akkor ezáltal ők gyerték ezt a meccset. Ugye ma a húzó emberek, a két húzó ember sem tudott annyit hozzátenni, hogy ez a plusz meglegyen. Hát ők átlagban hozták, ugye a Zoli 5-60 fölött dobott, a Hanti 5-50 vagy 5-45-öt, de nagyon jó szerepelt a Dávid, a Tóth Dávid, hiszen 600-at dobott, ami ezen a pályán egy nagyon jó teljesítménynek számít. Én mindig mondom, hogy a két hibázó játékosunk miatt ment el a mérkőzésben. Igen, a Tóth Dávidot már láttam, múltkor is pályára került, és azt hiszem, hogy 580 körüli teljesítményt nyújtott. Tulajdonképpen lehet, hogy ő most bedobta magát a csapatba, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát látom, hogy elég sok sérültünk van, tehát a Sanyi is sérültem állat, a Imre Barnát itt a végén le is kellett cserélni, mert a térdével vannak problémák, ugye a Gabi nem is tudta vállalni a játékot, úgyhogy ez már szerintem mondtam már egy két-három héttel ezelőtt, hogy ilyen gondjaink vannak, de nem akarjuk erre fogni, tehát azért van a csapatban egy több játékos is, szerintem egy picit ma lehet, hogy a cserékkel jobban kellett volna gazdálkodnunk, tehát lehetett volna bátrabban cserélni. Majd kielemezzük ezt a meccset is, aztán későbbekben döntünk, hogy az Ávid kezdőjátékos lesz, vagy továbbra is segíti a csapatot csereként. Jó szállt be eddig mindegyik alkalommal, amikor játszott. Tulajdonképpen azért ez ebben a szezonban, hogyha azt nézzük, ez egy nagyon jó teljesítmény, hiszen amit elértetek, hiszen 10 mérkőzésből mindössze 2 vereség, de most talán az ugye második helyezett volt a csapat, lehet, hogy elúszott a bajnoki cím megszerzése, vagy pedig azért még van rá esély, hiszen még van jó néhány forduló hátra. A 4 forduló van hátra, nem tudjuk ugye, hogy mai napon mit játszik, vagy holnap mit játszik az első helyezett csapat. Hát most ugye 3 pont volt az előnyük, ha nyernek 5 pont lesz, ugye azt már nagyon nehéz ezt behozni. Én még mindig azt várom a csapattól, hogy a dobogón végezzünk, és akkor sikeres szezon zárunk. Jövő héten hova mentek? Zalaegerszegre megyünk, és a Lauf csapatával fogunk játszani. Hát ők ugyan ilyen játékerőt képviselnek, mint a Halogy, otthon nagyon jók, úgyhogy jó kell szerepelnünk, hogy pontot tudjunk elhozni onnan is.